Na, sziasztok, én Alexök, és ma be fogom mutatni, hogy hogyan lehet modokat telepíteni a Minecraftba. Ez inkább PvP modokra lesz úgymond jellemző, de igazából bármilyen modot így kell telepíteni, aminek nincsen külön leírása, hogy hogyan kell. Na szóval, igazából itt a én modjaimat fogom telepíteni, a leírásban meg tudjátok találni. És ugye ezek mind PvP modok, láttam, hogy sokan kértétek, hogy ugye csináljak erre egy videót, meg alapból kértétek a modokat, akkor gondoltam, inkább csinálok egy videót, és akkor nem lesz ebből probléma. És akkor gondoltam, hogy ha már be fogom mutatni a modokat ugye a videó másik részébe, akkor fogom és telepíteni fogom itt előttetek, hogy hogyan is kell telepíteni. Ezt jól megmagyaráztam, de mindegy. Szóval itt ugye, itt ez a fájl, amit kell nekünk telepíteni. Ugye itt meg lehet találni az összes modot, és akkor itt meg lehet találni még maga a Forge-ot. Ugye a Forge ez kell, hiszen azt tölti be a modokat, és azt tudja kezelni a modokat, szóval ezt először ugye telepítenünk kell. Csak húzzátok ki az asztalra, és akkor dupla klik, és akkor itt van egy install client, ugye nekem már telepítő van, szóval nem szeretnék semmit elcseszni, azaz, szóval nyomjátok rá, hogy oké, és akkor csak várjátok meg, hogy betöltsön. Ugye ezt tudjátok telepíteni, először le kell tölteni az 1.7.10-et a Minecraft launcherbe, és utána tudjátok ezt majd telepíteni. Na miután ez megvan, a modokat, azaz ezeket, úgy kell berakni, hogy 100%, update a 100%-ba bementek, ide mentek, hogy pont Minecraft, és ide mentek, hogy mods, és itt, ide berakjátok, és akkor itt minden megvan. És ennyi a telepítés. Ennyi. Ilyen egyszerű. Miután betöltött a Minecraft, hozzatok létre gyorsan egy világot, hogy a single playerben ez fontos, és az is fontos, hogy állítsátok be a cheat set, azaz a csalásokat. Na, legeneráljuk a világot, le is generáltok, ugye itt található minden dolog, ami itt van a képernyőn, ugye ti nem így fogjátok látni, be fogok mindent mutatni, hogy hogyan tudtok úgymond elhúzni, szóval ugye így nem tudjátok elhúzni, ugye egyértelműen. Szóval az FPS modhoz egyértelműen per FPS modot kell nyomnotok, és itt tudjátok ugye húzni, én most nem akarom mondani elhúzni, de látjátok, itt tudjátok húzni, és itt tudtok ugye szint állítani, és hogy egyáltalán be legyenek kapcsolva vagy se. Ugye a Kords mód, ugye hogy itt vannak ugye a X, Y, Z, ugye ezt is be tudjátok állítani, ugye ezt igen, ezt is el tudjátok húzni, meg ilyesmi. Ugye ha felvesztek szettet, akkor be lehet állítani, hogy hol mutatja, ugye, vagy hol jelezze ki, ugye ezt a Armor statusnál tudjátok, és akkor itt van, hogy Hood Position, és akkor mondjuk bottom left, vagy mit tudom én, bottom center, bottom right, top left, top center, vagy top right, middle left, szóval az ott lenne, ugye, vagy nem, ja, nem nyomtam izét, várjátok, nem nyomtam entert, szóval így done. És akkor most itt van a... ott van, ahol PvP-ztek szó szerint. Jó, ott jó lesz. Na, és akkor ugye ez a... Van a potika, ugye. Most ott jelzi, és akkor be lehet állítani mondjuk, hogy status effect. És akkor, hogy ugye, hogy hol jelezze. De szerintem ott tökéletes. Jó az ott. Ugye itt már csak a CPS lehet állítani ezek közül. Beírható, hogy per CPS mod. És akkor itt található minden ugyanúgy. Ja, meg ugye a keystroxot lehet még itt állítani, ugye a vsd-ot, hogy mutatja ugye, hogy mit nyomok éppen. Ami nem tudom igazából, hogy miért jó, videóban, hogy pontosan miért jó, de nem mindegy, igazából itt van, nem néz ki annyira rosszul ott lent. Na szóval ennyire talán ez a rövid kis bemutató videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és akkor találkozunk a következő videóban, legyen mondjuk egy olyan 50 lájk ezen is, mert igazából tényleg ezt csak azért csináltam, mert már kérte egy jó pár ember. Na, sziasztok!